A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 1928-ban alakult, és az elmúlt közel 9 évtizedben számos sikert értek el az egyesület versenyzői. Fúrián Éva személyében olimpikonnal is büszkélkedhet az NPL-e, melynek színeiben világ- és Európa-bajnoki érmes sportlövők is versenyeztek. Jelenleg közel 100-an járnak az edzésekre, és a fiatalok közül többen ez évben is ott vannak a legjobbak között. Több országos bajnoki lövünk is lett, második-harmadik helyen büszkélkedhetünk. Múlt évhez képest úgy gondolom, hogy meg fogjuk duplázni a pontjainkat, az olimpiai pontjainkat, illetve hát mindenféleképpen szeretnénk, hogy az Európa-bajnokságra is tudnánk időt szánni, és tudnánk versenyzőket részt venni, és ami egy nagyon nagy szó Nyíregyháza számára, az az, hogy az országos diákolimpia döntőit idén Nyíregyháza rendezheti meg. Ez is azért hozzákapcsolódik ahhoz, hogy nagyon eredményesek vagyunk, és ezért vívtuk ki ezzel a tiszteletet. A 16 esztendős Agádi Péter mi csak 2 évvel ő versenyszerűen, de az idén az ifjúságiak mezőnyében már egy bajnoki ezüstöt és egy aranyérmet szerzett a Krúri Gimnázium tanulója. A hosszú távú terveim, akkor ki szeretnék jutni az Európa-bajnokságra, amit Győrött rendeznek 2016-ban. Rövid távú céljaim pedig a Hungarian Open-en való eredményes részvétel. A Diákolimpia országos döntőjét az Egyesület november 21-én rendezi Nyíregyházán, a Bencsiskola Tiszavasvári úti csarnokában, jövőre pedig a Stadionúti lőtéren edzőtáborozik majd a Riói olimpiára készülő válogatott keret.